Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Sarkadi Krisztina vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Nyit a szekszárdi strand, teljesen felújították a medencéket a szakemberek. Biztonságosan az iskolába, közlekedésbiztonsági programot tartottak Szekszárdon. Megújítják az önkéntes programjaikat, egyre nehezebb helyzetben a Máltai Szeretetszolgálat. Turizmus vendéglátás és gépészeti vizsgák zajlottak. Pénteken délelőtt 9 órakor ismét megnyitja kapuit a szekszárdi családbarát strand és élményfürdő. A létesítmény medencéit teljesen felújították a szakemberek az elmúlt egy hónapban. Az üzemeltető önkormányzati cég vezetője azt mondja, a céljuk, hogy a szolgáltatásaik színvonalasabbak legyenek, mint a korábbi években. Feszített víztükör a medencékben, csütörtök délelőtt már szinte teljesen készen állt a szekszárdi családbarát élményfürdő a pénteki nyitásra. Az elmúlt szűk egy hónapban folyamatosan dolgoztak a szakemberek a vízzáró burkolat helyreállításán. Volt, hogy a szakadó eső miatt sátor alatt kellett dolgozniuk. Hogy nagyjából 1800 négyzetméter burkolt felület van, ebből közel 500 négyzetméter az, ami most kicserélésre került. Ugye a vízfeszítések, ugye, ami a feszített víztükröt biztosítja, abból körülbelül 200 folyóméter az, ami elvégzésre vagy megvalósult, ami ki lett javítva és új került a helyére, valamint elég sok helyen ugye a medencefal és a medence alja közötti rész, éles rész, ezek ilyen úgynevezett holker kialakítással kerültek kialakításra, ugye, hogy lehetőség szerint ne okozzon semmilyen baleset veszélyt. A strandot az idei évtől üzemelteti a büféket eddig is vezető szekszárdi diákétkeztetési Kft. Az önkormányzati cég vezetője azt mondja, emeltek ugyan a belépők árain, mert a gépészethez szükséges villamosenergia most sokkal többe kerül, mint tavaly, de ezzel együtt a szolgáltatásaik színvonalát is jobbá akarják tenni. A strandon egyébként 25 fő dolgozik a szezonban, a szórakoztató programok szervezése pedig már folyamatban van. A 6 órától 9 óráig időszak az megszűnt, nyilván takarékossági okokból, tehát 9 órától lehet majd jönni este 8-ig, tehát a korábban megszokottaknak megfelelően. Ez a nyitvatartás egy kicsit érinti az egyetemi úszoda nyitvatartását is, mert a reggeli úszást azt ott fogjuk biztosítani június-július hónapban. A strandot éveken keresztül a szekszárdi sportközpont üzemeltette. A közgyűlés viszont nemrégen úgy döntött, a feladatot átadják a diákétkeztetési Kft.-nek. A módosítástól azt várják a képviselők, hogy a létesítmény fenntartása gazdaságosabbá válik. A jegyárak magasabbak, mint az előző évben volt, mivel az energiárak emelkedtek, és itt minden árammal működik ezek az élményelemek, a csúszda, úgyhogy itt ezt nem lehetett ugyanazon az áron tartani. A szekszárdi lakosoknak lacinkártya bemutatása 20% kedvezmény van, és van családi jegy is, ami a családoknak kedvező, mivel egy családbarát élményfürdő nevében is benne van, hogy a családoknak szeretnénk kedvezni. Az élményfürdő területén egyébként nagyjából 1000 fő fér el egyszerre. A korábbi években nem volt ritka, hogy egy-egy forró nyári napon ki kellett tenni a megtelt táblát is a bejárati ajtóra. Már tart a kötelező akciózás a boltokban, hamarosan pedig elkészül az online árfigyelő rendszer is, közölte a kormány szóvivő a Facebook oldalán szerdán. Szentkirályi Alexandra a bejegyzésben arról írt, hogy az emberek keresik az akciókat, a boltok pedig várják a vásárlókat. Nem engedjük, hogy a háború és az elhibázott brüsszeli szankciók árát a magyar családok fizessék meg, fogalmazott. A kormány szóvivő a bejegyzéshez tartozó videóban további fontos és jó hírnek nevezte, hogy júliustól 60 termékkör legkedvezőbb fogyasztói árait napi szinten meg lehet majd ismerni. Az intézkedésnek köszönhetően a verseny fokozódik, ami egyre inkább visszaszorítja az inflációt, mondta Szentkirályi Alexandra. Június 14-e és 20-a között országosan így Tolnavár megyében is ellenőrzik az egyenruhások a járművezetőket. A Roadpol éves ellenőrzési terve alapján tart a magyar rendőrség országos akciót. Az egyenruhások ebben az időszakban célzottan az alkohol vagy drog hatása alatt ittas vagy bódult állapotban volán mögé ülő sofőröket szűrik ki.
Szekszárdon szervezett közlekedésbiztonsági programot a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet. Az eseményen a nagy csoportból ballagú gyermekek felfrissíthették ismereteiket, és a rendezvény keretében a biztonságos közlekedésüket segítendő ajándékcsomagot is kaptak a gyerekek. Mit csináljak ennél a táblánál? Mit csináljak ennél a táblánál? Hát, gyalogost át kell engedni. Hát itt nincsen gyalogos, nem igazán erre gondoltam, de az ötlet nagyon jó. Biztonságosan az iskolába. Ezzel a címmel szervezett nagycsoportos ovisoknak közlekedésbiztonsági programot a Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet. A KTI adatai szerint országos átlagban évente mintegy 607 év alatti gyermeket ér valamilyen közlekedési baleset, ezért az utóbbira való nevelést már az óvodában el kell kezdeni. A biztonságos oviba az intézményeket támogatjuk, őket segítjük a nevelési program megvalósításában, és ennek egy programeleme tulajdonképpen a biztonságosan az iskolába, ahol az óvodából elballagó gyerekekkel foglalkozunk, mint ma is. Ők alapvető közlekedési ismeretekkel találkoznak egy ilyen nagyon jó kis játékos környezetben, mégis a valós közlekedési szituációkat képviseli ez a mai rendezvény, ezt mutatja meg nekik, és egyébként abban bízunk, hogy ezek a biztonsági szabályok ezek mélyen beléjük kivódnak, és a közelgő nyári szünetben már hasznosítják. A Közlekedéstudományi Intézet felmérései azt is mutatják, hogy az elvárt ismeretekhez képest az óvodások rendelkeznek a legtöbb tudással, ellenben az idősebb korosztályok már nem teljesítenek ilyen jól. Először jobb nézek, utána balra nézek, ha nem jön semmi, átmegyek. Amikor a zebrán a lámpa zöldre vált, akkor kell átmenni. Ez a te ajándékod. Jó, akinek már van ajándék. A résztvevő gyerekek és minden ballagó óvis Szekszárdon kapott egy biztonságos közlekedési csomagot, amiben többek között láthatósági mellény, hátizsák, illetve tanszerek voltak az iskola kezdéshez. Nagyon-nagyon jó és ötletes kezdeményezésnek tartom, hogy még játékos formába és itt együtt ismerik meg ezeket a dolgokat, és a későbbiek során már, amikor iskolába kerülnek, adott helyzetben, adott körülmények között egyedül is tudnak menni. Az előbb említettem, hogy ott a Béla téren látom és tapasztalom, hogy nagyon-nagyon fegyelmezett kisgyerekek vannak. A május 16-a és június 15-e között megvalósuló 10 várost érintő roadshow utolsó állomása volt a Tolnai vármegyeszékhely. Naponta többször is találkozik az utakon a közlekedési szabályokat megszegő autósokkal a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató online felmérése résztvevőinek 61%-a, közölte a vállalat csütörtökön. A május 11-e és 25-e között 3000 ember megkérdezésével készült felmérésből kiderül, hogy a válaszadók több mint kétharmada szerint az elmúlt években egyre több az agresszív résztvevő a közlekedésben. A válaszadóknak mindössze 29%-a érzi magát biztonságban mindenhol az utakon. A többiek megneveztek egy vagy több olyan helyet, ahol ez nincs így. Hasonló arányban látják romlónak összességében a hazai közlekedési morált a válaszadók. A kutatásban résztvevők 42%-a nem feltétlenül áll meg a stopptáblánál, legfeljebb lassít, és 27%-uk, azaz nagyjából minden harmadik válaszadó szintén csak lassít, és nem mindig tartja be a sebességkorlátozást az útépítéseknél, karbantartásoknál, annak ellenére, hogy ezeken a helyeken még inkább veszélyben lehetnek az emberek. Egyre nehezebb olyan önkénteseket találni, akik puszta emberségből vesznek részt jótékonysági programokban. A problémát a Máltai Szeretett Szolgálatnál is tapasztalják, ők viszont megpróbálnak tenni ellene. Most éppen országos felmérés végeznek a tagjaik között, és a velük együttműködő cégek, szervezetek bevonásával annak érdekében, hogy megújítsák a toborzási rendszerüket. A munkába televíziónk is bekapcsolódott. Az önkéntesek létszáma mostanra kevesebb, mint az alkalmazásban állóké a Máltai Szeretett Szolgálatnál, ez pedig egyre nehezebbé teszi a karitatív, sok szervezést igénylő tevékenységet. Ráadásul az elmúlt években felértékelődött az ilyen munka, hiszen 2019-től a járvány, majd az orosz-ukrán háború kapcsán is sok segítségre van szükség. Ezért is kezdtek országos munkába a máltaiak. Az erre kijelölt szakemberek az összes hazai csoportot felkeresik azért, hogy a tagok tapasztalatait és javaslatait
begyűjtsék, valamint az őket támogató cégekkel és intézményekkel is így tesznek. Nagyon sok elkötelezett ember van, de nem nélkülözhetjük a fiatalokat sem. Tehát azt világosan lehet látni, hogy azok, akik hadrafoghatók és nem és csak önkéntesek, nem munkatársak, azoknak az életkora azért a fiatal nyugdíjastól kezdve inkább az idősebb korosztály felé mutat. Ezért fontos, hogy fiatalokat is vonjunk be. Erre persze van sokfajta kezdeményezés, vannak ifjúsági csoportok is, meg 50 órás karitatív szolgálat, vagy másmilyen önkéntes szolgálat, de mégis azt gondolom, hogy a Málta a sajátosságjánál fogva meg kell, hogy találja ebben is a saját útját és a saját stratégiáját, ki kell, hogy dolgozza annak érdekében, hogy az utánpótlás folyamatosan biztosítva legyen. A felmérésben televíziónk is részt vesz. Ennek megfelelően vállaltuk, hogy interjús felmérés keretében szakértőkkel beszélgetünk a karitatív szervezettel közös munkáinkról és a tapasztalatainkról. A Tolna vármegyében működő máltai közösségek egyébként a Dél-Dunántúli régióhoz tartoznak szervezetileg. A térség vezetője azt mondja, az itteni önkénteseknek nincs okuk panaszra, hiszen az ország legaktívabbjai közé tartoznak. A régiók között az élmezőnyben vagyunk aktivitás tekintetében. Vannak még hiányosságaink, olyanra gondolok például, hogy a cégeket önkéntesség szempontjából megszólítani, illetve cégeket társadalmi felelősségvállalás szempontjából megszólítani, ebbe egy kicsit gyengébbek vagyunk, de összmáltai szinten az önkéntes tevékenységek tekintetében azt gondolom, hogy az élmezőnyben vagyunk. A szekszárdi csoportnak 20 aktív tagja van, de nagyjából 100 állandó segítővel dolgoznak. Egész évben gyűjtik a főként ruhaneműből és tartós élelmiszerből álló adományokat, ezzel pedig csak a városban és annak környékén több száz családot segítenek napról napra. Van egy 200 fős nyilvántartott körünk is, tehát bárkit, aki segítségért fordul hozzánk, segítünk, de ezt a 200 nyilvántartottat, ezt folyamatosan támogatjuk adományosztásokkal. Hát ezen a 200 főn keresztül tulajdonképpen több mint 500 főt támogatunk, hiszen itt családokról is szó van, egyedülálló kisnyugdíjasoktól, valami fogyatékkal élő emberekről. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat tehát folyamatosan várja a segíteni akaró önkénteseket. Szekszárdon rendezték meg az U12-es korosztály Dél-Dunántúli régió egyéni pályaversenyét. A 2012-es és 13-as születésű atléták 5 egyéni számból 50 méter gátfutás, súlylökés, távolugrás, magasugrás, 1000 méter síkfutás, valamint 4x50 méter váltó közül választhattak. A Dovase csapata kiválóan szerepelt a versenyen, és számos éremmel büszkélkedhetnek. A kiváló teljesítmény mellett nem utolsó sorban a sportolók hasznos tapasztalatokat is szereztek az esemény alkalmával. Még tartanak a megmérettetések a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó intézményekben. Most a Váhi Péter szakképzőiskolában, Tamásiban is megkezdődtek az ágazati alapvizsgák. Éppen a vendéglátás terén megtanultakat mutatják be a fiatalok a vizsgabiztosoknak. Júniusban az intézmény 101 tanulója a tanúbizonyságot szakmai ismereteiről. A felkészítés nagyon sokrétű volt, régóta készültek a 9-esek erre a napra, ugyanis 10. osztályban a duális képzést, illetve a szakirányválasztást csak ennek a számonkérésnek a sikeres elvégzése után kezdhetik meg. 2020. szeptember 1-től bevezetésre került új szakképzési törvény szerint két részre osztik a képzés, 9. évfolyamon a szakképzésben, és a technikumi képzésben pedig 9. és 10. évfolyamon az évfolyam letétele után ágazati alapvizsgát tesznek a tanulók. Ilyenkor megmutatják azt, hogy mit tanultak abba az adott ágazatba, minden szakmára vonatkozóan. A feladatok több részből állnak a turizmus vendéglátás szakon is. A cukrászat, pincér, szakács és a turisztika is hozzátartozik a terület teljes ismeretéhez az első évben. Így a tanulók megtanulnak süteményeket is sütni épp úgy, mint főzni, felszolgálni. De még a turizmussal kapcsolatos alapvető ismereteiket is bemutatják egy saját portfólió elkészítésével a Dél-Dunántúli régió turisztikai adottságairól. Ilyenkor egy vizsga nagy-nagy előkészületet és kellő odafigyelést igényel a lebonyolításban is, mert ezt a 4 területet kell koordinálni és megvalósítani a vizsga központi vizsgakövetelményeknek megfelelően a vizsgát. Ez zajlik most éppen itt a Forti Ána tanszálon.
A többi ágazat esetén is hasonló a számonkérés. Ennek az összefoglaló vizsgának a letételével így egy jelentős mérföldkövön jutnak túl a diákok, ami befolyásolja még hosszú távú eredményeiket is, mert amit most elérnek, az még a harmadik tanévvégi szakmai vizsga eredményébe is beleszámít majd. Regionális híreink következnek. Milliós havi fizetés, hatoldalas beszámoló, a pécsi sportbiztos tevékenysége a bizottság napirendjén. Francia nyelvet tanuló iskolások a francia emlékműnél a Pécsen eltemetett katonákra emlékeztek. A Véradók világnapja június 14-e, Pécsen külön ajándékokkal várták a donorokat. Úgy tűnik, elég egy hatoldalas beszámolót benyújtania a pécsi sportbiztosnak, hogy igazolja munkáját a baloldali városvezetés előtt, mondja a Baranyai Vármegyeszékhely Városfejlesztési Bizottságának tagja. Tevékenységéért pedig havi 1,1 milliót kap az önkormányzattól. A bizottság baloldali tagjai tudomásul vették a polgármester megbízásából tevékenykedő sportbiztos hatoldalas írását. Képviselőtársaim, szavazhatjuk, aki egyetért, szavaz 4-1 arányban. Így szavaztak a sporttanácsadói tevékenység ellátásával megbízott polgármesteri biztos beszámolójáról a Pécsi Városfejlesztési és Kommunális Bizottság tagjai szerdán. A biztos személyesen nem jelent meg az ülésen, így Török Ottó távollétében fogadták el a hatoldalas beszámolót. A közgyűlés előtt már be sem kell számolnia a biztosnak, elég ha a bizottság rábólint, mondja a bizottság jobboldali tagja. Ezt a beszámolót is most távollétében, azt a hatoldalas anyagot, amit hogyha az elmúlt évek beszámolójait egymás mellé tesszük, hát elég komoly átfedés van, Ctrl-C, Ctrl-V-vel, ezt egy 20 perc alatt akár egy 8-os informatikát tanuló rögtön összerakja, semmi újdonság nincs benne, semmit nem tett azért Török Ottó biztos, hogy ezért a pénzért ő itt megdolgozott, ellenben Újbudán építi a polgármesteri kampányát 1,1 millió forintból. Ezt a pénzt pedig a pécsiek fizetik ehhez, a politikus szerint, miközben helyi szervezeteken spórol a baloldali városvezetés Pécsen. A város gyakorlatilag jelentősen majd a tizedére visszaesett az a támogatás, amit a sportegyesületek megkapnak, de sajnos a civil szervezeteknél is ugyanezt tapasztalható az elmúlt évekhez képest, mármint 19-ig, amíg nem ezen vezetés vezette, Török Ottó meg ezért havi 1,1 milliót keres, bár már örömteli, hogy most már azt nem írta be, hogy a benzinköltség az a saját zsebét terheli, úgyhogy köszönjük ezúton is Török Ottó nagy nemes lelkűségét Pécs város irányába. Török Ottó beszámolóját, amit sporttanácsadói tevékenységéről beadott, a baloldali bizottsági tagok nem akarták értékelni az ülésen, egyszerűen tudomásul vették. Mint ismert, az MSZP-hez köthető polgármesteri biztos Budapesten a harmadik kerületben él. Itt indul majd polgármester jelöltként a 2024-es választási évben a hírek szerint. 115 éve annak, hogy a napóleoni hadjáratok során a győri csatában megsebesült, majd Pécsre került és itt eltemetett katonák emlékére francia emlékművet emeltek. Az ünnep alkalmából francia nyelvet tanuló iskolások és a történelem ezen korszakát tanulmányozó és feldolgozó kutatók orvosezredes Zsolnai Miklós alkotása előtt tisztelgett. A napóleoni csaták emlékére készült francia emlékmű a Mecseken található, melyet még 1908-ban Zsolnai Miklós javaslatára és tervei alapján emeltek. Ennek a mai napon van 115 éve. Ebből az alkalomból megemlékezést tartottak a helyszínen a Pécsi Köztársaság téri általános iskola emelt szintű francia nyelvet tanuló diákjai, tanárukkal és az iskola egyik intézményvezető helyettesével. A nyelvoktatás során a történelmi ismereteket is elmélyítik a tanulókban. 132-en tanulják a nyelvet, most egy kisebb csoport érkezett megemlékezni. Én nagyon fontosnak tartom, hogy ne csak nyelvet tanítsunk, hanem kultúrát is, pláne olyan dolgokról fontos tanulnunk, ami a magyar és a francia történelmet összefűzi. Ez egy olyan esemény, hogy a győri csatának az emlékművét látjuk itt, ami 1809. június 14-én volt, és az ott megsérült francia katonákat hozták Pécsre ápolni, és az ő emlékükre, az elhunytak emlékére állították ezt az emlékművet. Ezt azért úgy el szoktam mondani a gyerekeknek, megszoktuk nézni, ezt a feliratot meg szoktuk próbálni lefordítani több-kevesebb sikerrel, tehát nagyjából képben vannak a gyerekek.
Az iskola a meghívást a megemlékezésre dr. Nagy Gábor orvos ezredestől kapta, aki a katonatörténetek közismert kutatója. A hagyományokat tisztelő, ugyanakkor az újra mindig fogékony iskola örömmel vette a kezdeményezést. Azonnal éltünk is ezzel, mivel számunkra fontos az, hogy az iskolában a francia nyelv oktatása, illetve fontosnak tartjuk azt is, hogy azért megismerjük a városnak a múltját, főleg úgy, hogy itt azért francia katonák harcoltak az első világháború idején. Az emlékezés a francia nyelvet tanuló iskolások és a történelem ezen korszakát tanulmányozó és feldolgozó kutató közreműködésével zajlott. Dr. Nagy Gábor orvos ezredes több évtizede foglalkozik a katonatörténetek kutatásával. Ez a feladat is kedvére való volt. Napóleoni háború alatt a rengeteg sebesült és fertőzött katona jött át Magyarországon keresztül. Győr már nem tudta, a környező kórházak nem tudták fogadni, és így ide kerültek Pécsre, és itt ellátták őket, de hát sajnos 126-an meghaltak. A terméskő alapon álló 16 méter magas csonkagúla alakú emlékművet a Mecsek oldalában a város több pontján látható helyen állították fel. Június 14-én született Karl Landsteiner, Nobel-díjas orvos, aki 1901-ben felfedezte az emberi vércsoportokat. Az ő tiszteletére van a Véradók világnapja. 2004 óta Magyarországon is ünnepeljük ezt a napot. Pécsen külön ajándékokat kaptak a segíteni akarók a vérellátó központban. Vért ad Rajnai Richárd a Pécsi Regionális Vérellátó Központban. Június 14-e a véradók napja, de nem ezért van itt, mondja a férfi. Nekem ez most már 32. véradásom, és igazából a évente néhányszor el szoktam jönni, amikor tehetem. A véradók napjától most független, ezt nem tudtam, akkor tudtam, amikor beléptem az ajtón. Arra bátorít mindenkit, hogyha teheti, akkor adjon vért, így segítve embertársait. Én is elég későn kezdtem el vért adni, több mint 30 éves voltam már, amikor, elmondtam 30 éves, amikor adtam vért. Nem kell félni, nagyon gyorsan megvan, nagyon segítőkészek, úgyhogy mindenkinek csak ajánlani tudom. Az ünnepnapokon értékelik az eddigi munkát, eredményeket, mondta kérdésünkre az országos szakmai főigazgató helyettes. Külön az ünnephez kötődően köszönetet mondunk. Külön ajándékok azok ugye jellemzően nincsenek, hiszen a számukra a véradás szempontjából ez is egy olyan nap, mint a többi. Az egyszerű munkanapokon is pont ugyanannyira fontos, hogy eljöjjenek vért adni, hiszen ez az ellátás biztonságának az áloga, hogy mindig van elegendő véradó, mindig legyen elegendő véradó Magyarországon. A szakember elmondta még, hogy tudják biztosítani a szükséges készleteket, elegendő donor jön országosan és a dél-dunántúli régióban is. Országos szinten naponta 1600-1800 megjelent víradóra van szükségünk, ezt hétköznapokra vetítjük, hétköznapokra számoljuk, ami nagyjából éves szinten ilyen közel 400 ezer megjelentet jelent. A kicsit közelebb, ugye Pécshez, Baranya megyéhez, éves szinten ilyen 15-17 ezer között mozog a megjelent véradók száma. Pécsen külön ajándékot azért kaptak a véradók. Ezeket a Pelikánnal ellátott ajándéktárgyakat és a kulturális negyedbe belépőket osztottak ki az ünnepnapon érkezők között. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna vármegyei híreinket még egyszer röviden. Nyit a szekszárdi strand, teljesen felújították a medencéket a szakemberek. Biztonságosan az iskolába, közlekedésbiztonsági programot tartottak Szekszárdon. Megújítják az önkéntes programjaikat, egyre nehezebb helyzetben a máltai szeretetszolgálat. Turizmus vendéglátás és gépészeti vizsgák zajlottak. Pénteken ismét egy sekély ciklon nyúlik betérségünk fölé és választja ketté hazánk időjárását. Nyugaton derült, keleten erősebben felhős égbolt várható. Délelőtt elsősorban a keleti határvidéken fordulhat elő szorványosan gyenge eső, záporeső. A Dunántúlon felélénkül az északnyugati szél, másutt gyenge vagy mérsékelt légmozgás marad a jellemző.
Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!